Október 15-én sajt és gasztronómiai fesztivált rendeznek Kisteleken. Ágorit, a rendezvény szervezőt kérdeztük a nap programjairól. Sajt és gasztronómiai fesztivált rendeznek itt Kisteleken. Erről kérdezzük Ágorit, a rendezvény szervezőt. Köszöntelek. Mik is várhatóak ezen a napon itt Kisteleken? Üdvözlöm a nézőket. Idén 22. alkalommal tartjuk már a Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivált. Október 15-ére tervezzük ezt a rendezvényt. A szokásos helyszínen sportcsarnok és a Szent László tér környéke és a tér teljes területe, úgymond. 10 órakor lenne a kiállítás és a mezőgazdasági kiállítás és ennek az egész sajt és gasztronómiai fesztiválnak a megnyitója. Nagyon sok kiállítót sikerült idén is meghívnunk, több mint 30 kiállítónk lesz. Természetesen idén is nagy hangsúlyt kap a sajt, tehát ez kezdetektől fogva onnan indult, és bővült mára már gasztronómiai fesztiválra, tehát nem csak szakmai, hanem gasztronómiai jellegű kiállítóink is lesznek. Hát sorolhatnám itt, különlegességek lesznek idén is. A sajtosok már jelezték, hogy már készülnek erre az alkalomra, már hónapok óta a sajtok érlelődnek, akár különlegességet mondjak, egy példát, hogy vörösborban érlelt sajt is lesz. Úgyhogy invitálom a kedves városlakókat és a környékbelieket is, hogy látogassanak meg bennünket, és járják végig ezt a kiállítást, kóstolják és vásároljanak. Nagyon sokféle sajt, hát biztosan akik már jártak itt, tudják, hogy mindenféle fűszerekkel, növény, zöldségek, fűszerekkel ízesített finomságokat, füstölt sajtokat is kaphatnak, szóval igazán ínyenc dolgok lesznek itt a kiállítók soránál. Lesznek azon kívül borok, méhészeti termékek, húskészítmények, tészták, különleges szörpök, natúr, gyümölcsitalok, lekvárok, mézek. Idén egy különleges mindenmentes süti standunk is lesz, ahol az a neve a cégnek, hogy Süti Free, ezeket is meg lehet kóstolni, meg lehet vásárolni, sok ételérzékeny van, úgyhogy gondolom kíváncsian fogják ezt a standot is megtekinteni, vagy esetleg vásárolni is. A 10 órától már elindul a játszóház, a gyerekek számára, a családok számára, ott a táncparketten készülünk, és ebbe segítségünkre lesz a Kipkop biztos kezdett gyerekház, és a Ringató családi napközi munkatársai. Tehát lehet itt kézműveskedni, játszani, lesz arcvestés. 11.30-tól majd a Szent László térre a rendőrség, a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság is ki fog települni, toborzást is tartanak, tehát az érdeklődőket ide is várjuk, és már el is fog kezdődni, úgymond a szakácspárban előkészülete, tehát a téren már a főzőhelyek készen várják a főzni készülő esti szakácspárban a jelentkezőket. Készülnek a kisteleki kertészek és kertbarátok. Úgy tudom, hogy nagyon finom lecsó fog készülni. A Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai idén is szerintem meg fogják főzni azt a szokásos finom szilvás gombócot. Lesz forralt bor, meleg tea, hogyha hűvös lenne az idő, de végig az árusoknál is biztosan mindenkinél kóstolhatnak a kedves ide látogatók. Délután színpadi programokkal is készülünk. Visszalépek. 10 órától még a kertészek és kertbarátoknak van egy zenekara, akik 10 órától a Szent László téren majd zenét szolgáltatnak nekünk, így a nap folyamán itt a téren bárki hallgathatja
lehet nótázni, mulatni egy kicsit velük, hogy a hangulatot megadják nekünk. Tehát délután 2-től kezdődnek majd színpadi programok. Először is a Kisteleki Citera zenekart várjuk majd a színpadra. Őket követik majd a Hét Színvirág óvoda, Mici Mackó csoportja, és utána a Szivárvány óvoda Gomba csoportja fog majd kis előadást adni, egy őszi színes kis zenés-táncos műsort. Őket követi majd a Bába Bokra néptánc együttes. Ők moldvai táncokkal készülnek, és ha jó idő lesz, akkor valószínűleg a Szent László téren lopják a táncot, és majd húzzák mellé a talpalávalót, és majd itt lehet csatlakozni a táncosokhoz is valószínű. 3:30-kor bent a színpadon a ProArt Elit Tánc Akadémia táncosai fognak fellépni, és aztán 4 órára tervezzük az Idős Vándor Rudolf óvó zenekar fellépését, valószínűleg, hogy ők is a téren lesznek majd. És közben szerintem már akkor tájt nagyban sülnek, főnek a finom étkek a vacsorára, az esti szakácspárbajra. 6 órától már helyet lehet foglalni, és az asztalokhoz leülni. Itt asztalfoglalási díjat kérünk, most idén 2500 forint lesz ez az asztalfoglalás díja. Nagyon nagy szeretettel várjuk a családi, baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket, úgyhogy jelentkezni lehet a Művelődési Ház telefonszámán az 597-123-as számon, így előzetes bejelentkezés, és aztán asztalfoglalást is tudjuk a helyet biztosítani, és remélem sok finomságot hoznak majd, és a zsűri majd ezt fogja tudni értékelni, és kis ajándékkal jutalmazni az erőfeszítéseket. Közben így, ahogy a vacsora elkezdődött, 6 órától már Kassa Roland fog nekünk zenélni, énekelni, egy ilyen kis zenés vacsora est, és este 7 órakor várjuk a sztárvendéget, aki nem más, mint Vince Lilla és a zenekara. Hát ők majd Napóleon Bulvár slágerekkel jönnek majd. Egy jó nagy másfél órás élő koncertet láthatnak az érdeklődők. Délután még lehetőség lesz majd arra, hogy a gyerekek lovaskocsikázhatnak. 2 és 4 óra között lesz majd egy ilyen lovaskocsi parkoló, megálló, egy kis városnéző sétára várjuk a családokat, gyerekeket, felnőtteket, akinek van kedve felülni erre a kis lovas fogatra, omnibuszra. Még egy másik, 2 rendezvény is zajlik ezen a napon itt a városban, mert hogy a Vásártéren Mercedes-es Oktoberfest Kistelek rendezvény is zajlik majd, és 1:30 körül fog majd ez a kis csapat, ez a Mercedes-es felvonulás majd elhaladni a Szent László tér mellett, úgyhogy megtekinthetjük ezeket a szép járműveket. Erre a vásári forgatakra várjuk a kedves nézőket, kedves ismerősöket, hívják a barátokat, rokonokat, és jöjjenek el, látogassanak meg bennünket. Land Rover találkozót tartottak Kisteleken. Kockás Sándort kérdeztük a találkozó múltjáról és a 2 napos rendezvény programjairól. Idén 27. alkalommal rendeztek Land Rover baráti találkozót Kisteleken. Kockás Sándort, az egyik szervezőt kérdeztük arról, hogyan is indult évekkel ezelőtt ez a találkozó, és milyen programokkal várják a résztvevő Land Rover tulajdonosokat. Nehezen beszélek egyébként a 27 évvel ezelőtti időszakról, hiszen akkor még én is borzasztóan gyerek voltam. Egyébként nem reklám, kimondhatom a cég nevét, hiszen már nagyon régóta nincs meg. A Délász volt az, amelyik a legelső Land Rover találkozót megszervezte. Ez egyébként, ha jól tudom, akkor a Démásznak volt a leányvállalata, és Land Rover értékesítéssel foglalkoztak. Úgyhogy ők indították ezt a hagyományt, és aztán ilyen 1-2 év kihagyás volt itt például a Covid miatt, de nagyjából minden évben megtartottuk ezeket a találkozókat.
hol kisebb és családiasabb körben, hol pedig nagyobb vonulemben, de mindig megvoltak ezek a találkozók. Most egyébként nagyon készülünk a 30-ra, hiszen a Tripla X most már nem sokára itt van, úgyhogy azt már nagyon-nagyon várjuk. Egyébként az idei találkozó is a szokottnál nagyobbnak számít, hiszen jóval több jelentkező van, illetve bővítettük a programok sorát is. Mit lehet arról tudni, mennyien vesznek részt, hány embert vártok ide? Hát előzetesen durván 200 ember jelentkezett be, 70 autóval, de ugye ez úgy szokott lenni, hogy még az utolsó pillanatban nagyon-nagyon sokan beesnek, van, aki nem is jön pénteken, csak szombaton, úgyhogy én azt sem tartom kizártnak, hogy esetleg a 100 autós álomhatárt is képesek leszünk majd túllépni. Ahogyan te is mondtad, hogy lesznek változások a pálya tekintetében is, mik lesznek ezek a változások és még milyen programok lesznek a mai napon és majd egész nap holnap? A mai napon egy GPS nyomkövető, egy ilyen trekking verseny lesz. Ez is rendhagyó az eddigi évekhez képest, hiszen most már mi is haladunk a korral, digitalizáltuk ezt az egész dolgot. Hát úgy is mondanám, hogy igazából ötvöztük a kettőt, ami egy különlegessége, hogy kaptunk egy új programot, egy teljesen új fejlesztést, amit egyébként a Land Rovereseknek fejlesztettek ki. Ennek pedig az a különlegessége, hogy akik itt vannak a helyszínen este, azok folyamatosan nyomon tudják majd követni azt, hogy merre is járnak ezek az autók, éppen ki mit csinál, illetve ugye a verseny zsűriének, vagy a versenybíróknak is sokkal könnyebb lesz a dolga, hogy digitálisan tudják követni az autókat, abban, hogy megkielemezzék, hogy ki is lett a leggyorsabb, ki is lett az első. A holnapi szombati napon milyen programok lesznek? Holnap 9 órakor kezdünk itt a téren, utána pedig konvojban végigvonulunk Kistelek városán, majd kimegyünk a cross pályára, amit egyébként az önkormányzat volt olyan kedves, és ideadt nekünk ismételten a rendezvény idejére, illetve egy picit alakítottak is rajta, úgyhogy most egy sokkal izgalmasabb, sokkal több meredekebb emelkedővel egészítették ezt ki, úgyhogy kemény pálya lesz, nagy küzdés lesz minden autó számára, úgy érzem. Egyébként mik a tapasztalatok, hogy így az ország több részéről is jönnek ide erre a találkozóra? Ó, hát nem, az ország minden területéről, de egyébként a környező országokból is jönnek, Szlovákiából, Ausztriából, Németországból is érkeznek Land Roveresek, úgyhogy most már elég nagy híre van ennek a találkozónak. Idén is megemlékeztek az aradi vértanúkról, az erről készült összefoglalónkat láthatják. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Az aradi vértanúk az a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Mindegyikük eleve aktív, vagy az osztrák császári királyi hadseregből kilépett katonatiszt volt. A szabadságharc végén a magyar honvédségben egyikük altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtesztet irányított. A győztesek ellenben egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan. A vértanúk között Kis Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban császári királyi ezredes volt. A többiek a közös hadseregben ennél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viseltek. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. A 13 maradi vértanú Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulik Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly tábornokok, Lázár Vilmos ezredes és Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc levelésének szimbóluma lett. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további 3 honvédtisztet végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvédezredest, a honvéd vadász ezredek parancsnokát, őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni. 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvédezredest, Kazinczy Ferenc fiát és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, BEM tábornok hadsegédét. Lenkei János, honvéd vezérőrnagy, szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.
Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett. A kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. Az első világháború után tovább nőtt az emléknap jelentősége. A kommunista időszakban sem tiltották be, nem volt állami ünnep, de az iskolákban és az újságokban megemlékezhettek a vértanúkról. Ugyanakkor a megemlékezés hangsúlya az osztrák terrorra és a beavatkozó orosz csapatok iránti empátiára helyeződött. A rendszerváltozás után a kormány 2001. novemberében nyilvánított a Nemzeti Gyásznappá. A hagyományok szerint a Kossuth téren fél álboszra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd az egykori miniszterelnök vésztőhelyének helyszínén, a Batthyány örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen lévő Batthyány mauzóleumnál pedig koszorúzással emlékeznek meg a szabadságharc mártírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Csaló árusokra, házalókra hívja fel a figyelmet a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Évről évre felbukkannak a házaló árusok Magyarország egész területén. Vannak közöttük valós portéket árusító kereskedők, de sajnos akadnak olyanok is, akik csak a lakásba szeretnének bejutni és az ott található értékeket megkaparintani. A legegyszerűbb megoldás, ha keresztkérdéseket teszünk fel az adott személynek. Ilyen kérdések lehetnek az alábbiak. Van-e az adott termék más színben, méretben, ott nála a helyszínen? Tud-e számlát adni a termékről? Kizárólag ezzel tudja érvényesíteni a vásárló a fogyasztóvédelmi igényeit, jogait? Meg tudja mondani a vállalkozás vagy a bolt címét, amit képvisel. Ha ezekre a kérdésekre nem tud válaszolni, vagy nem tudja teljesíteni, akkor érdemes az adott embertől elköszönni és a lakás ajtaját becsukni. Fókuszban a trükkös csalások és lopások elkövetői, akik az emberek jóhiszeműségére alapozva változatos módszerekkel igyekeznek a lakásokba bejutni, és különböző kitalált indokokra hivatkozással megpróbálnak pénzt vagy értéket kicsalni az ott lakóktól. Az áldozattá válás elkerülése érdekében szem előtt kell tartani az unokázós csalások, az átverős hirdetések, a gyanúsan kedvező áru termékek vásárlásának és a hihetetlenül előnyös életjáradékok megkötésének gyakoriságát. Jó, ha tudjuk, hogy a szabálysértésről szóló törvény értelmében, aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan módon koldul, hogy a járőkelőket, illetve a nyilvános helyen jelenlévőket pénz átadása céljából leszólítja, továbbá az is, aki házról házra, illetve lakásról lakásra járva kéreget, szabálysértést követel. Amennyiben úgy érzi, hogy áldozattá vált, értesítse a rendőrséget a 112-es egységes segélykérő hívószámon. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Csongrád-Csanád megyében is. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Megyékben sincs már érvényben a tűzgyújtási tilalom. Tarlót, kommunális hulladékot égetni továbbra is tilos. A hosszú szárazságot követő eső hatására szeptember 28-án Csongrád-Csanád megyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Ez nem azt jelenti, hogy korlátlanul lehet égetni, hanem azt, hogy mostantól nem tilos az erdőkben, facsoportokban, fasorokban és ezek 200 méteres körzetében tüzet rakni a kijelölt tűzrakóhelyeken. Továbbra is tilos ugyanakkor az egész országban nádast, tarlót, kommunális hulladékot égetni. A kerti zöld hulladékot is csak ott szabad elégetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletbe engedélyezi. Ha az önkormányzatnak van erre vonatkozó rendelete, akkor a rendeletben meghatározott időben és módon el szabad égetni a kertben keletkező növényi hulladékot. A mostani volt az évek leghosszabb tűzgyújtási tilalma Csongrád-Csanád megyében. A rendkívüli szárazság miatt összesen 98 napon át volt érvényben a tilalom. A legutóbb 2017-ben volt hasonló szárazság, akkor a hatóságok 84 napra rendelték el a korlátozó intézkedéseket a nyári időszakban. 2022-ben megyékben eddig összesen 512 szabadtéri tűzesetnél avatkoztak be a tűzoltók. 2021-ben, ugyanebben az időszakban 321 szabadtéri tűzesethez riasztották a megye egységeit. A negatív rekordot eddig 2012-es év tartja, amikor január 1 és szeptember 28 között összesen 700 esetben kellett szabad területen keletkezett tűzesetnél oltaniuk a hivatásos és önkéntes egységeknek. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kihasználtság hiányában 2022. október 7-e napjától havonta tart Kistelek városában fogadónapot. Október 7-e napján megtartott fogadónapot követően minden hónap első péntekén várják továbbra is a kollégák az ügyfeleket a megszokott helyen és időben, azaz a Klebersberg Művölődési Központ aulájában 8 és 12 óra között.
Szeptember 23-án átszakította a szalagkorlátot, majd a zárokba csúszott egy autó, csütörtökön délelőtt az M5-ös autópályán Csengelénél. A kisteleki, a kiskunmalsai és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók végezték el a műszaki mentést. A balesetben egy ember megsérült. Szeptember 26-án salak gyulladt ki egy csengelei tanya kazánházában. A kisteleki és a kiskunmalsai hivatásos, valamint a csengelei önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. A tűzesetben nem sérült meg senki. Szeptember 29-én szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M5-ös autópálya 140-es kilométer szelvényénél, a Kistelek térségben a Budapest felé vezető irányban. A balesethez a kisteleki és a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. Október 4-én 6 esetben kellett a tűzoltóknak kidőlt fáknál, lehasadt ágaknál mentést végezniük. Ásott halomra, Hódmezővásárhelyre, Balázscsára és Szegedre riasztották az egységeket. A fák vezetékeket és parkolóautókat rongáltak meg. A beavatkozásokat a települések hivatásos egységei, valamint a Mórahalmi önkéntes tűzoltók végezték el. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.